Június 18-án szállt le a debreceni repülőtéren az első Wizz Air menetrend szerinti járat Londonból. 172 utas érkezett és 177 utas indult a géppel. 90%-ban magyarok vették igénybe a cég szolgáltatásait. Több családnak például Nagyváradról érte meg a foglalás. Azt mondják számukra, nagyon kedvező a debreceni érkezés és indulás. Első repülő útja volt a picinek? Igen, az anyukával jöttek haza most. Én a nagymama vagyok, én vártam. És milyen volt az út? Nagyon jó, köszönjük. A pilóta nagyon ügyesen letette a gépet, semmilyen rezzenés nem volt. Nagyon. És hova valósia? A Nagyváradiak. Tehát akkor Nagyváradról megéri ide Debrecenbe jönni, innentől kezdve repülni? Igen, sokkal rövidebb az út. A menetrend szerinti járatokat és a későbbi járatbővítéseket nagy örömmel üdvözölte Vince Andrásné Hortobágy polgármesterasszonya és dr. Sovágó László városunk polgármestere is. Nagy reményeket fűzünk ehhez a járathoz, és abban is bízunk, hogy ez további járatokat fog majd létesíteni vagy indukálni. Mindenképpen azt szeretnénk, ha ebből a Hortobágy is tudna profitálni, szeretnénk arra biztatni mindenkit, aki Debrecenbe ellátogat Londonból és környékéről, hogy a Hortobágyot semmiképp nem ulassz el, a Hortobágyi Nemzeti Parkot, a Hortobágyi rendezvényeket és az egész térséget szeretném a figyelmükbe ajánlani. Mindenképpen pozitívum, hogyha hozzánk 11 néhány kilométerre egy új repülőtér, olyan értelemben új, hogy eddig nem volt ugye menetrend szerinti járat, kezdi meg a ténykedését. Én remélem, hogy hozzánk is jönnek turisták. Mindenesetre most is tájszerű akarok maradni, és azt mondom, hogy ez a könnyebb megindítani. Majd ezeket a járatokat rendszeresen utasokkal megtölteni, és úgy üzemeltetni ezt a járatot, hogy az üzemeltetőnek ez üzlet legyen, az már sokkal nehezebb feladat, de remélem, hogy ez is így lesz, mert mi, akik az idegenforgalomból élünk, egyöntetően azt kell, hogy valljuk, hogy egy ilyen repülőtérre a környékünkön szükség van. Idegenforgalmi szempontból egyébként Hajdúszoboszló évek óta szorgalmazza a repülőtér kihasználását. Előkészületben van egy marketing stratégia, melyet remélhetőleg hamarosan megtöltenek tartalommal. Aláírtunk egy szándéknyilatkozatot Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, azt hiszem Balmazújváros és még néhány nagyobb város, hogy támogatjuk, segítjük ezt a repülőteret. Hogy ez hogy néz ki pontosan, ezt még nem töltöttük meg tartalommal. Nyilván a kezdeti lépéseket valakiknek viselni kell, mármint ezek anyagi fedezetét. Bízom benne, hogy megoldható a dolog. Egyébként Hajdúszoboszló városa nem erre a járatra, de nyáron közlekedő járatra közel 4000 eurót fizet már hosszú évek óta. Némi internetes barangolás során az is megállapítható, hogy Angliából nagy az érdeklődés a magyar gyógyászat, fogászat iránt. Erre pedig Hajdúszoboszló is építhet. Én Londonban voltam, a Debreceni Egyetem képviseletében tárgyaltam angliai betegek debreceni ellátásáról. Nagy Endre professzor úr társaságában, aki a térítéses betegellátási centrum vezetője, és Hegedűs Csaba professzor úrral együtt, aki a fogorvostudományi kar vezetője. Ez egy nagy lehetőség lenne a Debreceni Egyetemnek, az itt élő embereknek és orvosoknak, hogyha angliai betegek ellátásában tudnánk segíteni, és az Egyesült Királyságban élő betegek számára is kedvező lehet. Én ott dolgoztam több mint 10 évet, láttam az ottani rendszernek a sok kedvező vonását, de azt is, hogy kapacitás hiányjal dolgozik az ottani Nemzeti Egészségügyi Szolgálat, az NHS, és Magyarország Debreceni Egyeteme ebben segítséget nyújtat. Mai nap is a Debreceni Egyetem az ország legnagyobb térítéses fekvőbetegellátást végző intézménye, főleg a környező országokban élőknek, az elszakított területeken és Ukrajnában, távolabbi részeken, és az angliai betegek ide áramlása nagy lehetőséget jelent, és ez a repülőjárat ennek az alapfeltétele. Tehát több tárgyaláson is megerősödött, hogy az alapkérdés az, hogy a betegek tényleg repülővel tudjanak ide eljutni. És reméljük, hogy ez sikerül. Ez a városnak is roppant kedvező lenne. A betegek ugyanis általában nem egyedül utaznak, hanem rokonok társaságában, ketten, hárman itt töltenek egy vagy két hetet. Hát ez természetesen a város számára is bevételt jelent szállodáknak. Hajdúszoboszlót sem hagynák ki egész biztos. Ugye ez többször is szóba került, hogy vannak-e jó fürdők a környéken. Hajdúszoboszlót mindig megemlítettem. Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, az ünnepélyes gépfogadást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy ez a befektetés ékes példája az anyaország iránti elkötelezettségüknek. Szerintem a repülőtér az teljes mértékben alkalmas arra, hogy a Wizz Air
járatait kiszolgálja. Szerintem a város megtett mindent, ami megtehető volt azért, hogy ez a járat ez sikeresen induljon, illetve sikeres legyen. Nyilván, hogyha itt szintváltásokról van szó, tehát egyre többet fogunk üzemelni, egyre több járatot fogunk indítani, akkor a léc is megy feljebb. De én úgy gondolom, hogy a nemzetközi tapasztalatunk azt mutatják, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor a repülőterek, illetve a város, a régió azt tudja tartani a lépést ezekkel a kihívásokkal. Tudjuk azt, hogy Szoboszló egy nagyon jelentős tényező ebben a régióban. Én tényleg úgy látom a jelenlegi adataink alapján, az eddigi történések alapján, hogy abszolút igazolódnak a várakozásaink, és ez nagyon jó reményeket ad, meg jó lehetőséget arra, hogy itt a következő egy-két évben megnézzük annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet még többet csinálni, hogyan lehet egy nagyobb hálózatot kiépíteni, akár egy bázist kiépíteni. Váradi úr az árképzésről azt mondta, náluk maximálisan a piac diktál. Mi filozófia alapon úgy működünk, hogy a mi járataink tele vannak. Tehát valójában nekünk nem az a kérdés, hogy hányan ülnek a járaton, hanem az, hogy mennyit fizetnek egy jegyért. Tehát, hogyha el lehet egy jegyet adni, most kicsit sarkítok, 100 euróért, akkor el fogjuk adni 100 euróért. Ha csak 10-ért lehet eladni, és az kell hozzá, hogy tele legyen a járat, akkor 10-ért fogjuk eladni. Én azt gondolom, hogy a londoni járat esetében megtaláltuk azt az egyensúlyi pontot, ami működik mind piaci szempontból, mind vállalati szempontból, tehát én nagyon kedvezőnek ítélem meg a kezdeti tapasztalatokat, és amit látunk a foglalási rendszerben az, hogy ez a tendencia, ez tartós lehet, tehát nem csak az első időszaknak a zenéje, hanem hasonló számokat, hasonló tendenciákat látunk az őszi hónapokra, illetve már a tél elejére is. A kollégáim összehasonlították az árakat, és azt látták, hogy a pesti indulással, érkezéssel jóval olcsóbbak az árak. Most itt, hogy bezárták Ferihegy egyet, nyilván ez önöknek kedvez, de itt az árak hogyan fognak alakulni? Ez szerintem a mai állapotból nem lehet levonni hosszabb távú következményeket. Egyrészt itt vannak szezonális hatások, tehát igaz, megyünk a nyárnak a közepébe bele, vannak versenyhatások, itt különböző versenyszituációk alakulnak ki a különböző piacokon, illetve vannak infrastruktúra hatások, tehát mint ahogy például a Ferihegynek a bezárása. Tehát én azt gondolom, hogy azért hosszú távon szerintem hasonló árszínvonal várható Debrecenből, mint Budapestről. Tehát akkor csökkenni fognak az árak? Igen, tehát azt gondolom, amikor megyünk majd bele az őszi téli időszakban, akkor az lesz majd tapasztalató. De azért ne felejtsük el, hogy amikor Nyugat-Európába repülünk innen, akkor ez egy hosszabb járat, tehát több időt tölt a repülőgép a levegőben, több üzemanyagot fogyaszt, stb. Tehát azért ezt is kalkulálni kell. A Wizz Air debreceni járatainak hálózata decembertől tovább bővül. A beruházás során munkahelyek jöttek létre. A cég több volt Malév pilótának is munkát ad, és már az első debreceni járaton is volt magyar személyzet, utaskísérők személyében.